parázs vitába torkollott a Parlament Kulturális Bizottságának keddi ülése. Az ellenzéki képviselők azzal vádolták a kormánypártokat és a Klebelsberg intézmény fenntartót, hogy elkapkodva társadalmi párbeszéd nélkül zárnak be oktatási intézményeket. Közben az is kiderült, hogy a Wallenberg iskolát a Rippl-Rónai utcába, a 2008-ban megszüntetett Kvassai Jenő szakközépiskola épületébe költöztetik majd. Még Hoffmann Rózsa is bírálta a kormányt és az oktatási hatóságot azért, ahogyan elköltöztette a Wallenberg és bezáratta a Neptun iskolát. Ezek a kommunikációs hibák, vagy mondjuk a humanitárius szempontokat teljesen sútba dobó eljárások idézték elő ezeket a tüntetéseket, meg mindenféle. Én is legalább 3 levelet kaptam, meg mindent. Hasonlóan vélekednek a szocialisták is. A másik meg a mögöttes lévő politikai kultúra, ami Magyarországon dívik 2010 óta, hogy gyakorlatilag, ha valamit eldönt a Fidesz, akkor azt mindenkinek a torkán, ha akarja, hanem le fogja nyomni. Közben az is kiderült, hogy a Wallenberg iskola diákjait ide a hajdani Kvassai Jenő szakközépiskolába költöztetik majd. A 6. kerületi intézményt 2008-ban záratta be a Demszky Gábor vezette akkori fővárosi önkormányzat, azóta üresen áll. Az épület teljes mértékben alkalmas a feladatellátásra, annak idején 1200 fő és volt az iskola, tehát 1200 főt be tud fogadni. Bizonyos szempontból persze több szempont is létezik, de bizonyos szempontból azt gondolom, hogy még alkalmasabb is, hiszen 2 hatalmas tornacsarnok van. Ezt az ellenzéki képviselők sem vitatták, de azt nem értették, hogy miért kellett tüntetéssel fenyegetni a kormányzatot ahhoz, hogy ne szórják szerte szét a wallenberges diákokat. Én nagyon örülök, hogy most azt mondta, hogy voltak éppen az a szándék, hogy egyben maradjon az iskola, csak mondjuk spece 2 hete pont nem ez volt a szándék. A Klik osztályvezetője válaszában azt fejtegette, hogy azért most zárnak be iskolákat, mert annak most jött el az ideje. Nem tartottuk akkor célszerűnek, hogy intézménybezárásokkal kezdjük az újonnan létrejött intézménynek a létrejöttét, hiszen meggyőződésünk volt, hogy akkor ugye az alapokat kell lehelyezni. Azt egyelőre senki sem tudja, hogy mikor költözik a Wallenberg iskola a 6. kerületbe.